feleségem, most már szép arra vagyok, hogy ez látszódik. Drága feleségemmel egy nagyon szép kereki fordulót ünnepeltünk, 26 év. Az idő szomszéd bácsi, amikor megtudta, annyit mondott, Petikém, rászáradtad ő. Hat év, úgyhogy végig gondolkoztam, hogy mivel tudnám drága feleségemnek ezt a szép, hosszú évet. Hát ez egy fél élet, talán egy egész is. Ahogy kiérzem, néha magamat úgy érzem, hogy igen, de... Szóval mivel tudnám megköszönni ezt a csodálatos időt neki, úgyhogy végig gondolkoztam, hogy mit fog szeretni, mit szeretne az asszony, mi az, amit, mire vágyik, hogy mégis hívtam az összes barátait, hogy tudjátok már meg, hogy Krisztikének mi van bakancs listáján, mondom, én költséget nem kimélve, én megszervezem, megoldom, kifizetem, úgyhogy nagy nehezen sikerült, így el tudtam vinni Izraelbe a harckocsit üzemünkben. Ez egy ilyen furcsa nő, bazdmeg. Hogy ez miért akar tancsokat nézni, sivatagba, én nem tudom. Nekem már volt könnyű, de elvitte. Tudod, miből lehet megismerni az izraeli harckocsit? Kicsit rövidebb a csöve, mint a többinek. Jó, ezt nem értette a gyerek, jó? Szalicó Ferencet kell nézett már gyerekkel, hogy táguljon a tudatba, bazd meg. Nem csak a kiskeresőt is tömtön, bazd meg. Azok azért szegények, mert majd Szeniszkó Szeri bácsi megmondja nekem, miért szegények, akkor pedig keresünk is körben kisfiú. Toronggyípos hülye gyerek, azért mondja. Majd ő megmondja, Szeniszkó. Na azért mondom. 40. születésnapra is drága feleségem is olyan, na mindegy, de akkor is 40 lett, akkor meg, nem tudom, akkor meg el kellett vinnem a Manchester United pályát megnézni az asszonynak. Ki se szállt a taxiból a nyomorú, de komolyan. Mondom, itt van, erről beszéltél, hogy Rooney, ott van Ferguson, kezdett el vele fogni. Egy furcsa nő. Ő a Harry Potter szereti. Tudod, még a Harry Potter? Olyan szemüveges, nem ilyen nyomorult szemüvege van, még rosszabb. Az a kerike, karika, az. Úgy néz ki, mint a külügyminiszter, hogy addig verdéblik azok. Az a Harry Potter. De olyan? Nem is lehet parodizálni, mert azt ő tudja a legjobban, a technikus. Múltkor voltam egy falunapon fölépni, műsorvezető, hát Budán, műsorvezető volt. Ugyanaz. Senki rád nem néz, magányosan állsz így a színpadon. Keresel szemeket, hogy valakinek tudnál beszélni, te vagy a műsorvezető, hogy fölkonferáld a néptárcsoportot, senki, le se szarna. Kinek beszéljek? Még a leghálásabb közönség, az apuka részegen, az fasza, szavakocsitolok. Nem részeg az, hanem másnak, most így nyeli a... Még az a legjobb, megmondom őszintén. Meg a még a másik a... A homeless műtrágyásákkal. Az letesz a műtrágyásákot, az ad esélyt neked, érted, hogy megszórakoztasd. Mondom a technikusnak, róla jutott eszembe, mondom, a délután 3 zenekarról mit lehet tudni? Azt mondja a csávó, 18 amper kell nekik. Mindent tudtam. Na visszatérve rá a feleségemre, azt mondja nekem, hogy ő, mert ő a Harry Pottert szereti, azt mondja, hogy szerinte a Harry Potterből a Voldemort meg tudná ölni Darth Vadert. Mit beszélsz a száddal? Azt mondja, hogy Debreceni, nem üt ki az agya. Hurkától el van nagy azon. Hurkás, persze. Mondom, figyelj már ide, mire a Voldemort az ortalan nyomorult, megemeli a pálcáját, Vader nagy úr a szívére köt csomót. A gondolat erejével egyébként én megvezetsz vieseket, tehát Voldemort az kitalált személy, Darth Vader meg él. Ilyen buta nővel vagyok, öcsém. Ilyen buta. Nem, én már csak négy dolgok okosabb, azt mondja egy képviselő a választások dandárjában, azt mondja egy a szájával, nem tudom, megütettelem születeket, azt mondta, hogy
Jézus jász volt. Emlékszel rá? Jász volt, mert Jászolban született. Hasonló, meg hasság. A főcsatorna mellett született, Millennium Falconban. És ezek vezetnek minket, előre a Lenin úton. Drága Hofi Géza 35 éves poénja jutott eszembe rá, szerintem most is akarsz, hogy tudod miért jó a kerekes kút? Oda tolod, ahol víz van. Köszönjük Géza. A másik ilyen ügy állandó zaklatások van. Most nem tudom, figyeljétek el, két hetente derül ki, hogy valaki megzaklatott valakit. Most Richard Dreyfuss, tudjuk ki a Richard Dreyfuss? Én tudtam modern, meg tűnek tudjátok. A Richard Dreyfuss az a faszi, aki megölte a cápát, a cápa egybe. Aztán feltámadt a cápa négy. Jött a cápa előre. Na az volt, aki emlékszik rá a cápa egyre, a fiatal vagy, hogy már tudnál. Az, emlékszel, az volt, hogy életszerűen egy PB gázpalackot belenyomott a szájába a cápának, de már süllyedt el a hajó, és egy puskával életszerűen a süllyedő hajóban a cápa nyitott szájába eltalálta a PB gázpalackot, aztán milyen cápa felrobbant, mint a szal. Na ez a Richard Dreyfuss. Na ez nagy színész. Nem biztos, hogy katolikus, de... Majd elmondja Szaniszló Feri bácsi. Na a lényeg, hogy ezt a manus, 70 éves most, 70 éves, feljelentette egy hölgy, aki 60 éves. Figyeljél, mert nagyon sok számot mondok, hogy 40 évvel ezelőtt Richard Dreyfuss megmutatta neki a répáját. 40 évvel ezelőtt. Az most a nőnek mi lehet a baja? Azóta sejtlenél, sejttárgyalat vagy, hogy mit? Hogy miben reménykedik egy 40 év után, hogy Richard az anyád picsáját jöhetnél újra? Most már megnéznél, nem kapalmára a szememet? Hát ez az, csak már nincs mit mutat. Ez a probléma. Én gondolkoztam, hogy 40 évvel ezelőtt én pont középső csoportos óvodás voltam, amit tudod, volt az ebéd, és utána az óvónénik meg a dadusok kitették ezeket a kis ilyen szívkikatós ágyakat. És akkor ott aludni kellett ebéd után, ha akartál, ha nem. És akkor én mellettem tündige volt, 5 éves csaj volt, de a teste, mint egy 8 éves. Fejlett bula volt. És én a levegőt, megmondom őszintén, én erősen levegtettem neki. És most attól rettegek, hogy eltelt 40 év, hogy megint jön tünde azt, hogy akkor mutassam meg. És az enyém lesz a szégyen, mert a mérete nem változott, csak benőtt a szőr. Csodálatos Kossuth Díjas színművésznő, Sota Irén, aki emlékszik rá, Sota Irénre. Ő annak idején jött ki a Víg Színház oldalába a művészbejárón, és oda lépett hozzá egy ismerős Snájdék fiatalember. Azt mondja, csókoló művésznő, hazakísérhetem? Annyit mondott Sota Irén. Köszönöm szépen, ma már basztam. És ment tovább. Egy nő tudja ezeket a helyzeket a kezelni. Igaz, azért gondolom. Hát. Nekem a fiatalember mesélte. Ott volt másnap is. Hát aki horgász, az horgász érte. Jön a kapás, jön a kapás.